egész kísérlet megváltozik lesz ez a csírázási kísérlet. Akár egy kicsit gyertek is közelebb, jó? Van két csapat, 5-5 darab petcsészel, meg van betűkkel jelölve A, B, C, D, E. Tulajdonképpen előkészíteni a mind a kettőt ugyanúgy fogjuk, csak az egyik részét majd berakjuk hűtőbe, másik részét szobahőmérsékleten ezzel, hogy a csírázásnál figyeljük azt, hogy mondjuk a hőmérséklet, hogy befolyásolja a csírázást. Ebbe raktunk a vattát és a vattára vakszemeket, és van mindegyiket lefedjük papírral, ugye pont azért, hogy ne szűrő papírral, hogy a vizet is megbújjon, mint tartani. Jó? Az A részben, hogyha megnézzük, mind a kettő, az egyikkel állom, hogy hűtő, másik van meg semmi, tehát ezt szóval szobahőmérséklet, 10-10 darab vakszemben benne, és az elsőt úgy fogjuk beállítani, hogy mindegyikre rakunk egy kis vizet, ebben csak víz van, megnézhetettem majd a szűrőpapírt is, de itt majd minden nap itt az ágyival fogjuk, hogy ez a szűrőpapír mindig medvesen maradjon, de sose annyi, hogy ellepetett a totál, tehát oxigént azért kapjon. Ugyanúgy készítem elő, és mindenhol meg fogjuk nézni, hogy ahogy visszáradjon a szűrőpapír. A másodikat majdnem gyakorlik, csak annyi vizet fogok belerakni, hogy teljesen ellentéznek a kampankokat, vagyis mit tudok csapolni igazán jól elzárni. Vidám a csirázat, ugye? Úgy azt látja, hogy a magi